Negyedik alkalommal jelentkezik a foci zsuli. Nézzük csak, mi mindenről is volt szó ez idáig. Persze világbajnoki mérkőzések jelenetein ismétlünk. Először a rugások és az átvételek képezték a foci zsuli első órájának témáját. Ez a cselesen végrehajtott szabadrugás is. Természetesen mondanom sem kell, hogy a labdarúgás különböző rugó formái közé tartozik. Mint ahogy ezeknek a különböző góloknak a végrehajtása is. Például ez a 11-es. Belsővel az ellenkező sarokba. Vagy ez csűddel. Szögletrúgás. És egy kapásgól. A második alkalommal a fejelés és a bedobás volt a foci zsuli témája. Harmadik alkalommal a labdavezetés és a cselezés. Jairzinho mintaszerű cselei és biztos labdavezetése. Ma a szerelések és a kapus védő mozgásai képezik a foci zsuli témáit. Az ötödik alkalommal majd különböző összetett technikai és taktikai gyakorlatokat látnak. A nézők, a felnőtt és a gyereknézők egyaránt, gondolom az érdeklődés mindkét korosztályra vonatkoztatható. És most már itt vagyunk, a BVSC Szőnyi úti sporttelepén, már úgy értem, eddig is itt voltunk, de a kép is itt van, ahol úgy csak úgy, mint eddig a BVSC 12-13, legfeljebb 14 esztendős korosztályba tartozó gyerekei mutatják be a különböző gyakorlatokat, így ma is a szerelés és a kapus védő mozgására vonatkozó rávezető gyakorlatokat is.
Mindenek előtt a mai labdarúgó játékban nélkülözhetetlen ütközések beidegzését és megszokását gyakorolják a gyerekek. Előbb különböző tréfás és játékos gyakorlatok, később labdával összekötött gyakorlatok közben. És levegőből felugrás közben ütközéseket csinálják. Akinek a hangját hallottátok, az Mezei György, a focisüli vezetőtanára, akit pedig ott láttunk a gyereksereg közepén, az Bot József, három segítőtársa közül az egyik. Testhelyzetek utáni ütközés gyakorolják térdelésből, gugolásból. Ülésből. Természetesen ennek a szabályok által megengedhetett formáját gyakoroljuk, az azonos helyzetben vállal történő ütközéseket. Ezek a gyakorlatok arra jók, hogy minden helyzetből készek legyenek azonnal a labdáért való harcban használni testi erejüket, a szabályok adta lehetőségeken belül. Már hármas gyakorlatokat láthatunk, a két szélső gyötri a középsőt vállal, akinek tartania kell a pozícióját. Próbáld kifújni magad! Ne a két ember válla érjen össze! Természetesen állandó szerepcserével. Itt néhány képen jól látható, hogy nem a legszabályosabb körülmények között csinálja mindegyik gyerek, ugyanis a könnyököt a testhez szorítva kell szabályosan végrehajtani az ütközést, a lökést. Aki kiemeli és karral nyöl, a szabálytalanságot követel. A küzdelem az ütközés gyakorlása, szoktatása történik. A körből kell kilökni a társat, az a sikeres, aki kilökte a társát. Természetesen vállal szabályos körülmények között. Változott a kép, most felugrás után kell, illetve felugrással kilökni a körből, visszafelé haladva a gyerekeknek egymást. Az esetleges gyakorlóknak, a továbbiaknak ajánlanám, hogy nagyon keményen tartsák meg az izmaikat ütközés közben és után is, mert nagyon könnyen földre eshetnek belőle. Továbbiakban a négyszögben egy játékot fogunk bemutatni, amelynek elsősorban a küzdő jellege dominál természetesen. A társakat, a sötét és fehérmezes társakat úgy kell lökni váltakozó körülmények között, hogy lehetőleg földre kerüljön egy is közülük. A gyakorlás a játék végén a győztes az a csapat, akinek több embere marad állva. De hogyha 40-50 percnél tovább egy se esik le, akkor természetesen ezt a játékot abba kell hagynunk. Mert rövid, úgy látom, egyik ideig, se akarja megadni magát. Rövid ideig tartó játék, bár ha állóképességi jelleggel gyakoroljuk, akkor hosszabb ideig is lehet vezetni. Ütközések, küzdelem most már labdával. A labdavezetőt kilöki szabályos körülmények között a társa a labda mellől, és ő vezeti tovább. Váltogatva hajtják végre a gyakorlatot.
Továbbiakban az ülőtárs meggurítja a labdát és szalad a labdáért, és mikor még nem veszi fel biztosan az egyensúlyát, testhelyzetét, akkor kilöki a társa a labda elől, és ő vezeti tovább. Itt szándékosan a kilökőt segítjük a sikerhez, mert az ülésből felkelő hátrányosabb helyzetbe megy a labdára. Önbizalom növelő gyakorlat is egyben. Játék jön a nézeten belül. Sípjer a labdavezetőket, akik a világos ingesek, a nézeten kívülre kell lökni. Időre is mehet versenyszerűen a gyakorlat. Mennyi idő alatt tudják a sötétmezesek szabályos körülmények között kilökni a labdavezető fehéreket. Küzdelem a labdáért, az edző által gurított labdát ütközés után ki kell vezetni az egyik kapun, amelyet nagyon szépet láttunk most, amelyet két bot képvisel. Most már felugrás után ütköznek, és ütközés közben kell megszerezni a labdát. Igen, sűrűn előforduló elemek ezek mérkőzés közben. Lehelyezett labdát váll a lökés után, aki előnyösebb helyzetet tud felvenni a lökés után, azt tudja kivezetni. Nagyon jó volt. Ez egyúttal a szabályos fedezést is elősegíti begyakorolni. Mellközé helyezett labda. A nehézsége a gyakorlatnak az, hogy úgy kell lökni, hogy közben és taszítani a társat, hogy közben én szerezzem meg a labdát. Tehát nem öncélúan a lökés a feladat. Le fog esni a labda, és a leesés után még lökni, küzdeni kell a társal szembe, hogy megszerezhessék. Szabálytalan szerelést láttunk. Az ütközések, lökések után most a szerelések egyik alapvető formáját láthatjuk kezdeti gyakorlásban. Az alapszerelést. Kifordított lábfejjel, keményen megfeszített izmokkal kell végrehajtani. Két formáját láthattuk először. Először helybe, utána szerelés végrehajtása után azonnal másik labdához futva végrehajtják a játékosaink. Most már passzolgatás és mozgás közbe csapnak össze. Ezek a gyakorlatok azért is jók, mert az ütemérzéket nagyon jó fejlesztik, ugyanis ezt ha nem megfelelő ütemmel hajtják végre, akkor egyrészt nem lesz sikeres a szerelés, másrészt bizonyos értelemben sérülés veszélyt is jelenthetnek. Különböző testhelyzetek után hajtják végre rögtön az alapszerelést. Ismételten felhívom a figyelmet, hogy megfeszített izmokkal, megkeményített lábbal kell végrehajtani, és így lehet sérülésmentesen a mozgást kivitelezni. Kapás, rugások, fejelés után, becsúszás után azonnal felveszik a testhelyzetet a megfelelő összecsapáshoz. Hát, hogy egy kicsit ki is fújják magukat a gyerekek, addig hadd nézzünk egy régi nagy mérkőzésről és egy nagyszerű magyar védőjátékosról képeket. Ez a magyar-brazil találkozó a 66-os angliai világbajnokságon, amelyet a magyar csapat 3-1-re nyert.
és Mátrai Sándort látjuk a kiválogatott képsorokon, munkában, több ízben, becsúszó szereléseit, megelőző szereléseit. Hát azt hiszem, erre a mérkőzésre, aki játszotta és aki látta, egyaránt szívesen emlékszik vissza. És ez is Mátrai Sándor itt, a 80-szoros magyar válogatott Mátrai Sándor itt a BVSC-s gyerekek között. Hát azt hiszem, ezen nem mondtam nagy csodát, hogy mindenki szívesen emlékszik vissza erre a mérkőzésre. Bár ha jól láttam, neked ott kellemetlen sérülésed is volt, Sándor. Igen, egy válsérülésem volt, amely eléggé zavart a játékba. Ez mikor történt? A második félidőben már? Második félidőben, Garincsával való ütközésem után. Hát itt láttad a gyerekeket, hogy bemutatták ezeket a különböző védő mozgásra rávezető gyakorlatokat. Neked, vagy legalábbis úgy tartották nyilván, hogy a legnagyobb specialitásod a becsúszó szerelés volt, de több egyéb olyan védő mozgás, aminek különlegesen avatott szakembere volt. Tehát van-e valami tanács, amit a fiúknak, akik itt ülnek, és azoknak, akik ott a képernyők előtt ülnek, elmondhatsz? A mai játékban inkább az ütközés a lényeg. Nem annyira a játék, hanem a testtelen való játék dominál, és ezeket a gyakorlatokat, amelyeket a gyerekek végezték a pályán, ezeket annak idején mi is végeztük, és jó, ha felkészül a mérkőzésen az ütközésekre az ember. Na most azért az ember úgy gondolná, hogy egy edzésen keményen, úgy teljes bedobással talán kockázatos elvégezni. Viszont másrészt hogyan lehet megtanulni jól, hogyha az ember az edzésen nem teljes bedobással csinálja? Te hogyan vélekedsz erről? Nehéz erre választ adni, hiszen ugye a mérkőzésre való felkészítés az az edzéseken történik, de fent áll a sérülés veszélye, és azért a játékosnak arra is kell gondolni, hogy vasárnap bajnoki, vagy szombaton bajnoki mérkőzésen van, és végelemben arra kell készülnem. Hát olyan félgőzzel, ha szabadna mondanom, de azért komolyan kell venni. Meg lehet akkor is tanulni jól, és hozzá lehet szokni, az ember félgőzzel csinálja csak? Igen, mert magár a mozgáson van a lényeg, tehát a szerelési technikának az elsajátításán. Nem annyira az erővel, hanem a mozgás elsajátításán. Na mostan a sérüléstől való félelem, az nem okozhat valami gátlást? Akkor mérkőzésen is ugyanúgy kellene szerepelnünk, mert mérkőzésen is előfordulhat a sérülés. Jó lehet, talán edzésen inkább eszébe jut az embernek, de a mérkőzés helyében nem jut el eszébe az, hogy esetleges sérülésnek vagyok kitéve. Szóval úgy gondolod, hogy a mai úgynevezett korszerű labdarúgásban az ütközés, a védőjátékos számára a bátor ütközés a leglényegesebb elem? Igen, mert az úgynevezett megelőző szereléseket már ritkábban lehet a pályákon látni, mint annak idején a mi időnkben volt. Hát köszönöm szépen, addig a gyerekek is kifújták egy kicsit magukat, remélem legalábbis, hogy egy kis pihenő ez is jelentett, és aztán majd még igénybe vennénk, amikor már az egyéb szerelési módozatokról is szó lesz, jó? Kérlek szépen. Hát akkor gyerünk tovább, fiúk! Versenyszerű elemek szereléssel. Három játékoson kell átjutnia a labdát vezetőnek. És aztán beáll ő, és előre jön az, aki utolsónak állt a sorban. Sípszóra indul a következő hármas. Egy tovább jutott. Egy pedig ott maradt, ott ragadt. Nagyot csattannak a labdák, ahogy összecsapnak. Következő negyedik. Figyelj! Figyelj! Indulj! Kemény! Az még jó! Gyerünk! Keményen van! Gyerünk még egyszer! És végül visszakerült a legelső hármas, ez az utolsó kör. Az alapszerelés újabb feladatát látjuk. A teljes csüddel kapura lövő társ blokkolását, a labda elzárását mutatjuk be. Kifordított lábfél, megfeszített izmokkal,
és egyszerűen túl se tud jutni a lábán a labda, bár teljes erővel lövi teljes csüddel a szembejövő. Világosak mezesek lőnek teljes csüddel, és a sötét mezesek belsővel blokkolják a lövést. Ha megérzik a gyakorlat lényegét, megfelelő ütembe és megfelelően megfeszített lábbal lépjenek oda a védők, akkor félelemmentesen végzik a gyakorlatot, a legerősebb lövést is blokkolni tudják. És már szerepcserével végzik, sötét mezesek rúgnak, és a világosok zárják el a labda útját. A labda elzárása elfekvéssel egyre sűrűbben előfordul elem mérkőzés alatt. Oldalt elfekszik a talajra a játékos, és elzárja a labdát megszerezni kívánó játékos útját. Vagy blokkolja a lövést, mint ahogy az indító filmképekben nagyon szépen láttuk. A következő szerelési mód gyakorlásánál vagyunk, a megelőző szerelés. Ezt már az előttünk álló csatár hatástalanítására, tevékenységnek hatástalanítására használjuk. Mögüle előugranak, és egy olyan cica játékot látunk, ahol labdával kézben a fogó mozog. A ház az, ha hátulról eléugri a társa elé a játékos, azt a társat már megfogni nem lehet, aki elé eléugrott a segítő társa. Ahol későn történt a megelőzés, a társ kisegítése, ott meg lehet fogni a pár másik tagját. Ugyanez a gyakorlat labdával, egy kis átszervezéssel, természetesen nem cica játék közben. A labdát vezető rápasszolja a támadótársa a labdát, aki elé hátulról eléugrik a védő, megelőző szereléssel, és visszapasszolja a labdát vezetőnek a labdát. Ez természetesen egy taktikai feltételt is magába foglal, ugyanis a szoros fedezésnél, emberfogásnál könnyű végrehajtani ezt a gyakorlatot. Ütemérzék, gyorsaság kérdése. A most látható is egy gyakorlat a megelőzésre, méghozzá játékos formában. A hátsó ember lép ki előre, mindig megelőzéssel érintik a labdát. Egy kis átszervezéssel, már két támadó elé mozogva ki, eléugorva szerel állandóan a védő. Adogató, két szélső a támadó, akiket hátulról előre ugorva előz meg az átvételbe a védő. Következő szerelés, becsúszó szerelés rávezető gyakorlatait látjuk. Először az úgynevezett talajhoz szoktatást gyakorolják a gyerekek, amelyekre már eddig is voltak rávezető gyakorlatok. Talajra lemenve különféle rugó mozdulatokat kell csinálni. Hanyatfekvésbe érkezik úgy, hogy jobb lábbal csúsztató rugó mozdulatot végez. És ezek a gyakorlatok azért szükségesek, mert általában idegenkednek sérülés veszély és egyéb miatt a gyerekek attól, hogy talajra lemenve szereljenek. És ezek előkészítik ehhez az érzéshez őket. Mondjuk meg azért, mert nem mindenki tudja, gondolom, hogy mi a szabályos becsúszó szerelés alapfeltétele. Szabályos becsúszásnak jóformán egyetlen alapfeltétele van, az, hogy a
szerelést végző lába találkozzon először a labdával, és csak aztán az ellenfél testével vagy testrészeivel. Tehát amennyiben a becsúszó a labdát éri először, és utána teljesen elsodorja, ellöki a szembe lévő támadót, az szabályosnak minősíthető. Most azért gyakorolunk annyiféle testhelyzet közbeni rugást, mert a becsúszó szerelésnek manapság számtalan változata látható már. Előre csúszva, azonos oldalú lábbal rúgják ki a labdát, és a hagyományos becsúszó szerelések természetesen még most is nagyon jelentős szerepet játszanak, amelyről Mátrai Sándor, úgy tudom, már beszélt. Vagy ha nem, hát akkor váltsunk most néhány szót itten a ernyő alatt, ahogy itt ülünk. Mátrai Sándorral, hogy tulajdonképpen a becsúszó szerelésnek van-e valamilyen lényeges titka, hogy ezt divatosan mondani szokás? Talán annyi, hogy a támadó játékos ne legyen adott pillanatban a labda birtokában. Tehát, hogyha a támadó játékos labda birtokában van, nem lehet a becsúszó szerelést elvégezni, mert abban a pillanatban tol egyet a labdán, és már csak a levegőt találja. Már túljutott a védő. Igen. Igen, és csak a levegőt. Tehát ez tulajdonképpen egy jó ritmusérzék is, kell kivárni a pillanatot, amikor be lehet csúszni. Igen, igen. Az imént a ritmusérzékről beszélt Mátrai Sándor és a becsúszó szerelés feltételeiről. Mikor a labdát vezető játékos, képe jól látható, hosszat szöktet, tehát elveszti uralmát a labda felett, ez a megfelelő pillanat a becsúszó szerelés végrehajtására. Ezt gyakorolják most hármas csoportok formájában. Az előfutó gyerek vezeti a labdát egyenes irányban, a mögötte jövőnek úgy kell becsúsznia, hogy a két egymáshoz közel leszúrt karó közé rúgja, az jelent számára pontot, ez versenyszerűen is gyakorolható. A becsúszás és ott a gól, a két karó közé került a labda. Játékos verseny a becsúszó szerelés gyakorlására. A képernyő alján álló négy fiú kell, hogy becsúszással minél több labdát megszerezzen, és a póznák által határolt négyzetből kirúgjon 30 másodpercen belül. Tehát számoljuk, hogy 30 másodperc alatt hányat sikerül becsúszással a négyzetből kirúgniuk. Aztán szerepcsere és a fehérmezes négyes kell, hogy elrúgja majd a labdákat a sötétmezes négyestől. Tehát kezdenek, a fehérmezesek becsúsznak a sötétmezesek 30 másodpercig rajta. Három, négy, öt, hat, hét, ezt számolni és az órát nézni is egyszerre nem tudom. Kilenc, Mezei György segít. Tíz, tizenkettő, vége. Vigyázz, rajta! Három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc, kemény dolog, tíz, tizenegy, és tizenegy. Kapusjáték a további anyagrészünk. Ennek az előkészítő mozgásait látjuk, ügyességi, mozgékonysági gyakorlatokat. Ubrankovics Mihály vezeti a gyakorlatokat. Ez egy György másik segítőtársa Bot József mellett. A hangja hallik, gondolom, és itt pedig ő maga. Fogójáték, testhelyzetek felvétele a ház.
gyakorlatilag ezek már a elfekvések, legurulások, laposlabdára vetődések előkészítő gyakorlatai. A fogó előli ház, ha átgördül a fekvő társa fölött. És már labdával, barátkozás a talajjal, ügyességi, mozgékonysági gyakorlatok. Menekülni kell a labdával közeledő társ elől, aki ütögeti a törzsit a talajon lévőnek. Most a labdát kellene kiütni a talajon pörgő kezéből, vagy megérinteni. Forgás közben hasonfekvésből ki kellene húzni a labdát a szemben lévő társ kezéből. Közben azonnali helycsere után újra végzik a gyakorlat. Hasonfekvésből jelre meg kell kaparintani a labdát. Most már a célszerű kapusmozgás gyakorlásán a sor, ezek között is első a helyezkedés, helyes elsajátítása. Állandóan élniük kell a labda mozgásával, és követni a labda mozgását úgy, hogy közben a kapuhoz vezető legrövidebb utat elzárva tartsák állandóan. Ezt oldalazó mozgással és nem jobbra-balra futva, hogy itt néha láttuk, a kis kapusunktól kell elvégezniük. Mérsékelt térthajlítás közben, karok állandóan a test előtt oldalt kissé kiemel. Mindig fogásra kész. Hát meglehetősen hosszú az út az imént látott gyakorlatoktól odáig, hogy az ember már a válogatott kapuját őrizze. Ezek a képsorok az előzőek a híres 6-3-as magyar-angol mérkőzésről. A továbbiak ugyancsak nagy válogatott mérkőzésekről, amelyeknek egytől egyig, mint Grosics Gyula volt a hőse. Húha! Hát igen... ami bizonyos mértékig egy alapadottság, majd az évek hosszú során a sok gyakorlás következtében egy kifejlesztett képességé alakul át, ami egy igen alapvető feltétel a kapus játéknak. Na most például, hogyha te látsz srácokat, akik kapusok szeretnének lenni, van valami módja, hogy megállapítsd az alapadottságai milyenek? Igen, azt hiszem, hogy a tehetséget azonnal fel lehet fedezni, illetve jobban mondva észre lehet venni. Tudnélik, a labdarúgásban a kapusjáték nagyon specializált terület. Sok mindenben különbözik a mezőny játékosok képességeitől, adottságaitól. Mint alapvető feltétel a kapusjátékban a gömbérzék, a labdafogás az egészen kezdőkorban kitűnhet. Mint ahogy ki kell tűnnie már kezdőkorban a rugalmasságnak is, valamint néhány olyan feltételnek, aminek a hiányában nem lehet átlagon felül eredményeket elérni. Ilyen például a jó tempóérzék, a bátorság, és a rugalmasságon belül néhány olyan mozgáskészség, ami már kezdetben tulajdonsága kell, hogy legyen a kapusnak. Most ezeket a képességeket természetesen rengeteg gyakorlással
egészen magas szintre lehet fejleszteni. Én nagyon egyszerűen úgy szoktam fogalmazni, hogy a jó kapusnak az ismérve, hogy az edzéseken többet dolgozik, mint a mezőnyjátékosok. Hát az alapvető képességeken kívül természetesen. Hát most azt akarom kérni, hogy itt a további gyakorlatokban segítsél, hogy egyrészt nézzük meg azt, hogy ezeknek a fiúknak, akiket itt láttunk gyakorlás közben, az alapadottságait, hogy lehet próbára tenni, másrészt pedig, hogy mik azok a speciális dolgok, amit a kapusnak tudni kell. Nagyon szívesen. A labda fogását, a helyes fogás, a labdaérzés begyakorlását elősegítő gyakorlatokat látjuk. Lapos labdák felvételét, megfogását mutatja be ez a gyakorlat. A helyes kéztartás és a felölelés mozdulatait. Most már a feléjük guruló labda másik elfogási lehetőségét, a féltérdeléssel történő labda megfogást mutatjuk be, azt gyakorolják. Most, hogy helyesen tanulja-e meg a labda fogását, ez a gyakorlat bemutatja, ugyanis ha biztos kézzel fogja a labdát, az érkező labdák kiütik kezéből, ami labdafogási hibát sejtett. A jelek szerint biztosan tartja és fogja a labdát. A labdafogások beiskolázása folyik tovább állandó elmozgással, labda beborítása. Mi ez, hogy a labda beborítása? Hát, ha nem mindenki tudja. Felülről a felpattanó labdát megfelelő kéztartással úgy takarják be, hogy ez ne ugorjon fel a kezük fölött. Már az ölelőfogást gyakorolják, azaz a guruló labdát bebiztosítva mellhez felemelik. És utána rögtön elmozog. Félmagas labda merrefogása. Itt a labda elfogás és utána mellhez kísérés bebiztosítása történik. A labda lehúzása, térdbe biztosítással. A biztonságos labdafogás zavaró körülmények között ezt amihez, gyakorolják. Amelyhez feltétlenül hozzá kell tenni, hogy a kapus elsődleges szándéka a labda megszerzése, míg a támadók elsősorban a kapus zavarását tűzték ki célul. Ezért minden körülmények között arra kell törekedni, hogy a támadó játékosokat lehetőleg kikerüljük, és a labdát biztonságosan meg tudjuk szerezni. Egy pillanatra hadd zavarjunk, mert Gulyás Sándort is megkértük, hogy hát ha tud valami hasznosat segíteni nekünk, valamit megmutatni, tessék megmondani, hogy mi legyen az, amit Sanyi mutassa meg, adj egy labdát. Egyik fontos elemébe a legördülésbe szeretnénk, ha Sanyi segítségünkre lenne. Mi az a legördülés? Mit gyerekeknek? Hívunk annak? Hát végeredményben a lapos labdáknál használatos kapustechnikai elem. Úgyhogy értjük legjobban.
Igen. Osszoljunk kicsit szét, gyerekek, hogy lehessen látni. Na nézzük most a fiúkat. Mi is kijebb megyünk. Gyere Sándorkám, egy kicsit kijebb, hát ha egyszerre látszik mind a kettő. Na most megfordítják a gyerekek a palánkokat úgy, hogy a labda ívelten pattanjon vissza róla. Gondolom ez a nehezebbik válasz. Hát igen, ez a nehezebbik, mert még a földön könnyebben meg tudja fogni az ember, de arra is ügyelni kell, hogy behúzza a labdát. Mondj, Sándor, ilyen palánkon annak idején sráckorodban te is gyakoroltál? Nem gyakoroltam, én Szentesen, a Szentesi Kinizsibe megyei első osztályba csapatba kezdtem, és ott még nem voltak ilyen segédeszközök. Hát tessék, hadd nézzük meg most így a megfordított palánkkal. Még egyet, kettőt, ha szabadna. Köszönöm szépen, és most megnézzük az utódokat. Szóval úgy látom, a ravaszabbik gyerek az kisebbet pattant. Igen. Hát úgy... Nem fog akkor átesni, úgy néz ki, hogy azért csinálja. De azt hiszem, hogy az igazán jó kapus azért az edzésen sem kimélheti magát. Nem lehet, hát a munka nélkül nem lehet a kapusnak, meg még fontosabb a sok munka. Az adja meg a labdabiztonságot, ott is kell erőnlét. És úgy van jó idegállapot is, amikor bízik magába az ember, hogy megvan az alapja. Az első gyakorlatot még Gujdárral hajtja végre. Az ifjú BVSC kapus. Mai óránk utolsó gyakorlatai következnek. A vetődéssel történő labdafogások, ahol a helyes labdafogást és a talajra érést gyakorolják Gujdár Sándor bemutatása után. És most a palánkra menjünk át. Ez sem könnyű, egy figura mellett kell eldobni a labdát és a visszapattanó labdára vetődni rá. Másik oldalra. Hát mondjuk még így ezeknek a legényeknek nem megy, de hát még nem is fontos, hogy úgy menjen. Két nagyon fontos további kapus mozzanat, az öklözés és a tolás, Gujdár Sándor és Grosics Gyula mutatja be. Először, tehát az öklözés. És még egyet Gujdárnak, aztán szaladj be, hadd nézzük, hogy megy neked. És most nézzük a tolást. Ehhez közelebb kell menni. Gyönyörű. Befejezésül egy verseny, amit azt hiszem a BVSC-s gyerekeknek megtiszteltetés is és öröm is lesz, mert Gujdár Sándor és Grosics Gyula vállalkozott arra, hogy a versenynek, hát mondjuk így tárgyai legyenek, hiszen négy sötétmezes és négy fehérmezes fiú rávezeti a labdát
Guidár kapujára kicselezheti a kapust, és gólt érhet el. A verseny tehát abból áll, melyik csapat ér el így több gólt, és aztán Grosics Gyulának pedig ugyanilyen mezbeöltözött legények rúgnak kapura. Különben ez a rávezetés és a kifutásos vetődés, azt hiszem ez is a kapus. Igen, egy kapus elem még, amit nem láttak eddig a nézők. Na kérem szépen, hát akkor tessék, a sötétmezes csapat kezdi rajta. Egyből semmi, vár meg, míg visszamegy Guidár a kapuval. Rúgja ki valaki a labdát, nem kell sietnünk, csak hogy rendesen legyen lebonyolítható. Mehetsz. Kettőből semmi. Várjál. Mehetsz. Háromból semmi. Maradj ott mindjárt. Negyedik. Négyből egy. Jó. Várjál. Mehetünk, Sándor? Mehet. Ha, ez szép volt. Egyből semmi. Mehetsz, Pásztor Pista. Kettőből semmi. Harmadik. Mehetsz. Háromból semmi. Nem is olyan egyszerű. Igen, és nagyon jól csinálja a kapusunk. Ez szép volt. Négyből egy. Hát eddig döntetlen a mérkőzés. Tessék kimenni, Grosics Gyula következik. Tessék. Semmi. Egy. Egy. Őha, szép volt. Egy. Másik csapat. Semmi. Semmi. Ó, de szép gól volt. Egy-egy. Kész? Még egy van. Itt dől el a meccs. Marad döntetlen. Na most valami holtverseny eldöntés kéne. 11-eseket lehet, Sanyi? Lehet. Akkor 4-4-11-est. Tehát 11-es a holtverseny eldöntésért. Tessék, Stammer Zoli. Egyből egy. Nem, a négy rúgja le, a négy egyforma mezes. Kettőből kettő. Háromból három. Ezt nagyon megtanulták. Négyből négy. Addig, ha az első egyetlen sárga elrontja, ide, kicsit hátrébb, ahol én állok. Igen. Akkor, ha egy sárga mezes elrontja, már nem kell folytatnunk. Egyből egy. Kettőből kettő. Betyárul bevágta. Gyorsan. Kérünk egy labdát. Háromból három. Na még egy. Ha ez is holtverseny, akkor két első helyezett csapatot hirdetünk ki. Négyből négy. Hát akkor mindkét csapat győztes, és főként köszönjük Grosics Gyulának és Guidár Sándornak. A focisuli mai adása ezzel véget ért. Viszontlátásra!